Meglehetősen romantikus az őszi napfényben tópartokon madarakat etetni, mégis a szakember elmondása szerint ez a magatartásforma több okból is pusztító folyamatokat indít el. Az elmúlt évek figyelemfelhívó kampányainak hatásai erre irányulva már most jó eredményeket mutatnak, de továbbra is fontos a tudatosítás. A növényevő vízi madarak fiókái túlnyomó részt a fajok többségében önellátók, tehát az ösztöneikre hallgatva, és a szüleiket utánozva, de maguk keresik meg a táplálékot, tehát ugyanúgy legelésznek, mint a szülők. A hihetetlen mértékben elkényelmesedő madárszülők az etetőhelyre vezetik a fiókáikat. Ugye mondjuk egy hattyú esetében a tojásból kikelést után több hónap is eltelik, mire a hattyú fióka repülni tud. Ezekben a hetekben, egy-két hónapban kell felépítenie a felnőttkori szervezetét. Csontozattal, izomzattal, tollazattal. Tehát ekkor van szükségük a legtökéletesebb természetes táplálékra. Mondjuk egy növényevő vízimadár Magyarországon esetleg 100 növényfajt is fogyaszt. Különböző beltartalmi értékkel, magas rostartalommal. Érthető tehát, hogy a majdnem hogy kizárólagos kenyérdiéta, amelyet a vízbedobálással az ember elősegít, visszafordíthatatlan károkat okoz. Nagyon súlyos hiánybetegséget kapnak, az egyiknek, a legsúlyosabbnak külön neve is van, ez az angyalszárny betegség. Olyan jellegzetesen torz szárnytollaik fejlődnek ki ezeknek a madárfiókáknak, hogy 2 hónap múlva, amikor a többiek természetesen elkezdenek repülni, ezek a madarak nem fognak repülni soha életükbe. Tehát egész élete szóló torz testet tudnak csak felépíteni a kenyérdiéta miatt. Ez a második öngyilkos viselkedés torzulás. A harmadik pedig az, hogy ezek a madarak ősszel igen jelentős részben nem vonulnak el. Ott maradnak az etetőhelyeken. Ennek megvan az a vonatkozása, hogy az északról délfelé Magyarország az etetőhely felett átrepülő növényevő vízimadarakból egy csomó csatlakozik hozzájuk, és ott maradnak, és akkor ez a fajta etetésen tette probléma még több fajt, még több egyedet fog érinteni. Természetesen azt is figyelembe kell venni, hogy a vízimadarak azok, akik leginkább hordozzák a madárinfluenza vírusát. A vírus az etetőhelyeken és a falatokért harcoló madarak között még gyorsabban terjedhet. De óriási gondot okozhat emellett a patkányinvázió is. 2016-17 telén volt egy 30 éve nem látott keménységű tél, és akkor derült ki, hogy erről Magyarországon is beszélni kell. Én akkor a soroksári Kisdunára jártam le fotózni, filmezni, tapasztalatot gyűjteni. Azon a részen napi szinten több mázsa szerves anyagot dobáltak be az emberek a madaraknak a vízbe, és ez ment mondjuk 4-5 hónapon keresztül. Itt sok tonnáról beszélünk, és ennek a tápléknak a jelentős részét nem ették meg a madarak, mert egyszerűen annyi volt. És ez a következő nagy problémája a vízimadár etetésnek, hogy mivel szinte korlátlan mennyiségű szerves anyag gyűlik fel a parton és a part közelben, ez helyi szinten igen jelentős patkányinváziót generál. Tehát ott a soroksári Kisdunán is végig a plázson rágcsálóirtó háromszög hasábok voltak kitéve. A patkányírtás nem csak drága eljárás, hanem káros is. A patkányírtószer talajvízbe kerülése ugyanis magzatkárosító hatással bír. Veszélyt jelentenek természetesen a damilok, horgok és egyéb az ember által hátrahagyott, a természetben normális esetben nem megtalálható anyagok.